Szerződéses legénységi állományú katonák, valamint pályakezdő tisztek és altisztek tettek ünnepélyes honvédesküt Szentendrén az Altiszti Akadémián. Én, Jakab Tamás közkatona esküszöm. Hogy Magyarországot híven szolgáló, hűséges honvédje leszek. Mint az akadémia parancsnoka, mint az önök katonai alma mátere, vezetője, én is nagyon sok sikert, nagyon sok napfényt és jó erőt, egészséget kívánok önöknek ez a nem egyszerű szolgálathoz. Önök most arra esküdtek, hogy a hazát még az életük árán is megvédik. Szent dologra esküdtek föl, ennek a szellemében éljenek. Örülünk, és megtiszteltetésnek vettük azt, hogy önök minket választottak. Hát állják a sarat. Nagyon sok sikert és jó erőt, egészséget kívánok önöknek. Rengeteg katona szerencsével. Az alázatos szolgálatban is, és természetesen a magánéletben is, mert ha a kettő együtt van, úgy lesz valakiből jó katona. A katonák az elmúlt hetekben az Altiszti Akadémia Mecséri János kiképző osztályánál szerezték meg a katonai szolgálat ellátásához szükséges alapvető ismereteket, amelyeket egy kétnapos komplex záróvizsga keretében több vizsgaponton kértek számon a kiképzők. Ez a kiképző századunk a múlt évben, 2016. novemberében kezdte meg az alapkiképzését, és hát ugye most adnak számot azon megszerzett gyakorlati tudásról, illetve elméleti ismeretről, amelyet az elmúlt 10 hét alatt végrehajtottak a különböző kiképzési foglalkozásokon. 7 vizsgapontot rendeztünk be. Az alapkiképzés legfontosabb kiképzési ágaiból kerülnek ugye a számon kérések végrehajtása, úgy mint általános harcászati kiképzés, általános lőkiképzés, katonai tereptan ismeret, ABV védelmi kiképzés, valamint az egészségügyi kiképzés kiképzési ágakból. A záróvizsga második napján fizikai állapotfelmérésre került sor. A kétnapos vizsgát sikeresen teljesített, ünnepélyes katonai esküdtett állományt a következő napokban veszik át az anya alakulatok, vagyis azon katonai szervezetek, ahol megkezdik tényleges katonai szolgálatukat.